Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Luxus cikk lesz a kakaó? Egy mondás szerint, ahol a kakaó jól érzi magát, ott sok arany van a talajban. Manapság azonban a kakaó sokkal többet ér, mint az arany. A kakaópiaca az elmúlt 20-30 évben közel megduplázódott, tehát egy rendkívül erős növekedés tapasztalható. Olyan évi 3-4%-kal növekszik a kakaópiac, és gyakorlatilag az ázsiai kereslet annyira megdobta a keresletet az elmúlt pár évben, hogy a termelők alig bírnak lépést tartani a kereslettel, tehát most már harmadik éve deficit van a piacon, ami azt jelenti, hogy többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk a világon. Tehát ez ilyen 3,8 millió tonna az éves felhasználás most körülbelül, és olyan 3,7 millió tonna a termelés. A szakértők szerint egy időre szűkülő kínálatra kell felkészülni, ami az egyre bővülő felhasználás mellett pánikszerű vételeket is hozhat az árutőzsdéken. Egy év alatt közel 40%-ot drágult a kakaóbab világpiaci ára, és ez valószínűleg még tovább fog emelkedni. A termőhelyet már nem lehet bővíteni, mert a kakaó ugye a egykori őserdők helyén terem, tehát nedvesebb klímát kedveli, és ezért gyakorlatilag csak a természet kárára lehet növelni a termőterületeket. Ehelyett a termés átlagokat kell növelni, ez pedig újabb fajták, intenzívebb művelési módokkal lehetséges, csak természetközeliek ezek az ültetvények. És hát óhatatlanul, ahogy a termés átlagokat növelni kell lesz, úgy valószínűleg egyszer felhasználás, műtrágya felhasználás fog nőni, tehát a kakaónak a természetközelisége az úgymond csökkenni fog. Ez vele jár, viszont ha belegondolunk abba, hogy nem nőne a termés átlag, akkor csak az őserdők rovására lehetne bővíteni, akkor hát azt lehet mondani, hogy valamit valamiért. A kakaót, valamint a kakaóvajat, a csokoládé két fontos alapanyagát a kakaófa terméséből, a kakaóbabból nyerik. Európába először Kolumbusz Kristóf hozta a kakaómagokat, ezzel elindította a kakaófogyasztás európai térhódítását. A legnagyobb csoki márkák birtoklói igyekeznek lehatolni ugye a termelőkig, tehát biztosítani maguknak az árualapot, és ez egyik irány. A másik pedig az, hogy a kakaót helyettesítő termékeket fogják promotálni. Hát ilyen a karobbpor, ugye ez egy teljesen más növény, ez a Szent János kenyérfa, illetve hát az olajpálmának a feldolgozásával is tudnak kakaóvajszerű terméket előállítani. Nyilván ezt az európai fogyasztókkal kevésbé lehet megetetni, mert jobban ismerik a kakaó ízét, de az új piacra lépőknél talán ezek a hozzáadott anyagok nagyobb szerepet fognak játszani. A kakaóra, a csokoládéra boldogsághormon forrásként tekintünk. Bele sem merünk gondolni, mennyire hiányozna az életünkből. Én úgy döntem fel, hogy az óvoda, aztán az iskola után mindig kaptam egy-egy valami kis csokit, mindig vártam a húsvétot, meg a különböző ünnepeket, amikor édességgel tömhettem tele a hasamat. Persze ezt megelőzően azért ügyesen ettem mindig. Úgyhogy a mai napig egyébként nagyon meghatározó, minden nap eszek valami édességet, leginkább csokit vagy ehhez hasonló dolgokat, nem annyira a sütemény, inkább a kakaó és a csokinak minden formája. És hát maga a kakaó is, mint ital, nekem minden, szinte minden reggel ezzel nyitom a napot. Magyarország éves kakaó fogyasztása körülbelül 18 ezer tonna, és ez szinte teljes egészében importból származik. Ezért a kakaó drágulása az itthoni árakban is érezhető lesz. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?